Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az egyetlen presszó, ami nyitva tarthat este 8 óra után. A mai vendég... Csernus Imre, szia! Szia! Üdvözöllek! Gyorsan elmondjuk a hallgatóknak, hogy amikor mi beszélgetünk, akkor délután van, jelenleg gyönyörű napsütés, de azon a napon vesszük fel, amikor bármikor eshet a hó is. Mert hogy ez egy ilyen nap, viszont amikor adásba kerül, akkor majd értelemszerűen este lesz. Nem tudom... Te nagyon mély nyomot hagytál bennem az első találkozásunkkor, hogy te arra emlékszel-e, hogy mi honnan ismerjük egymást, hol találkoztunk először. No. Hát hál' Istennek nem fönn a Lipóton. Még annak idején nem voltál a híres Csernus doki, hanem szerintem bár nem kezdő doki voltál, de médiában még nem nagyon szerepeltél, és a Danubius Rádióban volt egy esti műsor, egy ilyen beszélgetés műsor a Vince Kingával, és hozzájöttél, és bekopogtál az ajtón, és kinyitottam, és úgy megijedtem tőled, hogy szerintem te is megijedtél, hogy mi milyen arcot vágunk ott benn, hogy ki... És miért ijedtél meg? Hát ijesztő volt egyrészt a kinézeted, tehát hogy tudtuk, hogy jön majd egy pszichiáter, de hát hogy nem egy ilyen rocker külsejű valakit vártunk hosszú hajjal, hanem nem tudom, tényleg ilyen dokinak öltözött, legalább nyakkendő vagy valami, hát sosem voltál ilyen. Soha nem is volt erre igény, hogy te olyan legyél, mint egy hagyományos, értelemövet normális doki? Egyszer elkeveredtem kétszer volt rajtam fehér köppeny, egyszer 4 hónapig, és utána meg 2 hétig. De 13 évet dolgoztam a Lipóton, és soha nem volt rajtam, nem, és soha nem néztem úgy ki, mint az orvos. De ez neked volt fontos, hogy ne néz ki úgy, mint az orvos? Hát nagy szerencsémre egy szociálpszichiátriai osztályra keveredtem, ahol a professzor azt gondolta, hogy nem kell különösképpen kihangsúlyozzuk azt, hogy ki az orvos és ki nem az orvos, mert ugye a fehér köppeny szindróma az nagyon sokszor félelmet generál a páciensekben, és akkor civil ruhába dolgoztunk. És akkor ezt így megőriztem. Szóval ez nekem tetszett. Jó volt. És ennek a hatásosságát bárki bármikor vizsgálta? Hát ezt kimutatott tény, ezért neveződött az osztály szociálpszichiátriának. Igen, hogyne. Hát nagyon sok ilyen cikket is olvastam, ahol ezt mondják, hogy az ember, illetve a laikus gyomra görcsbe rándul, amikor meglátja a fehér köppenyt, vagy megcsapja a kórház illata, meg stb. Sok ilyen emberrel találkoztam. Nem tudom, te ezzel hogy vagy. Figyelj, nekem te sokkal ijesztő voltál ott, ahogy álltál este 11 órakor sötétben, talán még kapucni is volt rajtad. Én fehér köpenyre számítottam, és kevésbé lettél volna ijesztő fehér köpenyben. De tény és való, sajnos az épület szépsége miatt sajnos soha nem voltam fenn a Lipóton. Hál' Istennek soha nem kellett ott lennem, de ha lettem volna, és akkor lehet, hogy igazat adnék neked. Sőt, igazat adok, mert ki vagyok én, hogy ne higgyek a szavadnak. És a módszerek, mert a módszereid sem voltak azok a hagyományosak, talán, vagy legalábbis így kívülről megítélve. Hát én általában fiatal orvosként nagyon kedves technikával kezdtem el, és nem hallottak meg. Egyszerűen ne. És akkor elkezdtem agyalni, hogy melyek azok a szavak, amelyek erősek, és amelyeket valaki meghallja, hogy most nem jut eszembe hirtelen semmi sem, de ez egy tudatos kialakítása volt a technikának, mert amikor valaki ahhoz, hogy elkezdjen változni, óvatatlan, hogy azt elfogad. Hogyha nem akarod elfogadni, vagy csak bizonytalanul mondod, igen, igen, tudom, de hát akkor még az van, még az amaz van, az nem az elfogadás jele, és amíg nincs elfogadás, addig nincs változásra esésem. És akkor elkezdtem nagyon erős szavakat használni, és ennek meg lett a látszatja is, meg az eredménye is, meg el is híresültem, mint az ordibálós doki. És ennek volt eredménye, tehát hogy nem gondolom, ezt lehet valahogy mérni, de nem csak a mérés, hanem hogy tényleg volt eredménye. Csak én arra vagyok kíváncsi, hogy te főnökeid, mert mindig mindenkinek van főnöke, mit szóltak ahhoz, hogy te ezzel a módszerrel, a sajátos módszereddel éred az a sikereket. Vagy pedig ez nem számít, hogy milyen módszerrel, a végeredmény mindig a sikere fontos. Javultak és változtak az emberek, akik nálam voltak. És ez fontos volt.
És már amikor úgy a vége felé ott dolgoztam, akkor én nagyon sok embernél, ha lehetett, én nem használtam gyógyszert, semmit sem, mert sokkal fontosabb volt rájöjjek egy adott betegség vagy tünetcsoport kiváltó okára, és akkor elkezdtem akár sokszor kezdetben a másikkal együtt agyalni, hogy mi a megoldás. És hát ez azóta is van, mert nagyon sokan például most itt van a Covid, és akkor azt mondja sokan azt mondják, hogy szoronganak. És nem tudják, hogy a szorongás és a feszültség között nagy különbség van, mert a szorongásnak soha nincsen belső oka. A feszültségnek mindig van. Hogyha én attól félek, hogy bekerülök az intenzívre és meghalok, ez egy ok. És akkor én ettől feszült vagyok. De nem szorongok. Érdekes ez, hogy mások lehet, hogy ezt úgy fogalmazzák, hogy bevonzuk magunknak a bajt. Igen, ne fest az ördögöt a falra, mert az megjelenik. Szóval nem akartak téged megreformálni? Vagy illetve, hogy te ne reformáld főnököm, meg? Nem, a főnököm nem. A főnököm hagyott, hogy dolgozzak. Innen folytatjuk a beszélgetést, néha megszakítjuk a beszélgetésünket zenékkel, de legalább közben tudunk inni egy-egy korty kávét, vizet. Csernus Imre tehát a Retro Rádióban az Abaházi Presszó vendége. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Csernus Imrével beszélgetek, és egy kicsit így belemásztunk, egyből belemásztunk a munkádba. Arra vagyok kíváncsi, hogy te szívesen beszélsz a munkádról. Vagy szívesen beszélgetsz, vagy beszélgetni inkább teljesen másról, vagy neked mindegy, hogy miről beszélgetünk. Nekem mindegy. Mi a te témád? Az én témám Csernus Imre. És pont arra vagyok kíváncsi, hogy téged mi az, ami érdekel. Tehát, hogy azt gondolom, hogy neked ugyanúgy, mint mindenki másnak van baráti társasága. Vannak, gondolom, barátaid. Ott például ügyeltek-e kínosan arra, hogy a meló ne kerüljön elő? Vagy akár családi körben? Hogyha valakinek valamilyen konfliktusa van, akkor meg szokott keresni. De barátként nagyon nehéz a másiknak úgy elmondani, hogy a másik meg is hallja, és meg is értse, vagy el is fogadja. De mivel most már egy jó ideje vidéken élek, és a pestiek közül, akikkel annak idején Pesten találkoztam, ritkán találkozom, de hát most már egy kicsit átalakult a baráti társaságom, mert elkezdtem a gasztróba is utazni, és akkor vendéglátás, meg kávé, meg bor, meg egyebek, és akkor van egy jó pár olyan ismerősen barátom borász kávézós körökből, és ez nagyon jót tett nekem. Azért kérdezgetem ezt, mert benne tényleg belém égett az első találkozásunk, és aztán, ahogy te megjelentél a tévében, te magad fogalmaztál így az imént, hogy te lettél az ordibálós doki, és azt gondolom, hogy tőled az emberek, ha nem is félnek, de tartanak. De hát a barátaid, vagy a munkatársaid, ők ismernek téged, hogy nem kell tőled félni, meg tartani. De az emberek tényleg tartanak tőled? Mit tapasztalsz? Hogy állnak hozzád? Hát nem tudom, hogy amikor valakivel elkezdesz beszélgetni, én megtanultam azt még nagyon rég, hogy szemkontaktus tartás, de nagyon intenzíven. És a mai felületes... Az is egy kemény, igen. Mai felületes világban ezt nagyon sokan nem szeretik. Nagyon nem. Plusz még, hogyha hozzáteszem azt, hogy nekem milyen hírem van, és akkor, hogyha figyelek, akkor esetlegesen a bizonytalan ember elkezd arra gondolni, bazd meg, most fog elevene megnyúzni. Ahogy nézel rám, azt gondolom, hogy te már tudod, hogy én most mire gondolok. Nehogy valami rosszra gondoljak, mert te azt ki fogod mondani. Ismered az én problémát? Belelátsz a fejembe, a lelkemig hatol a tekintetet. Pedig nem ilyen. Ez nem így van, mert nagyon sokszor a másik ember a szavaival, a gesztusaival elárulja, hogy egy adott szituról, hogyha beszélgetünk, ő el fogja mondani, hogy mi az ő problémája. Mint ahogy például adás előtt beszélgettünk arról, hogy átestél a Covid-on. Igen. És hallottam a hangodon valamit. Na, hát akkor figyelj, nem tudok érte fizetni, de elemzés. De hogy ne, ez nem elemzés. Nem elemzés, hanem amikor azt mondod, hogy aránylag könnyen megúsztad.
Hát azért, igen, ez jó. Igen, és ebben mit hallottál ki? Az aránylag. Az aránylag. Az aránylag, hát szóval... egy napig fájt a fejem, és de nem erről van szó, de nem, hanem, hogy megütött téged. Tehát azóta ott molyolhat benne, de egy valamilyen... Hogy lehetett volna rosszabb. Bizonytalanság, vagy nevezzük parának? Hát figyelj, a feleségem rám szólt, hogy mit, hát látszik, nem vagy rosszul, most mit félsz? És közben tényleg féltem, mert honnan tudjam, hogy ez a valami, amit Covidnak hívunk, ez hogy fog hatni rám, és nem a betegség alatt, amik bennem van, hanem hogy 10 év múlva, 20 év múlva, 8 hét múlva. Figyelj, erre van egy gyógyszer, ez úgy van, hogy hazamész, ma holnap előveszel egy papírtollat, és megírod a végrendeletedet. Ez a gyógyszer? Ez a gyógyszer. És ezt tudod, mi a gyógyszer? Azért, mert ebben a világban élő ember, főként a 21. században, aki nagyon fejlett egóval bír, egyetlen egy dolgot nem tud elfogadni, meg nem is akar elfogadni, hogy a világ nélküle is fog menni tovább. De, és jól. De pont te mondtad néhány perccel ezelőtt, hogy ne fesd az ördögöt a falra. Ha én megírom a végrendeletet, akkor értem, jön a halál. Dehogy jön. Na látod? Dehogy. A végrendelet megírásánál ott az elején van két fontos szó. És az pedig, hogy halálom esetén. Ja, értem. Hát. Ezt el ne felejtsem meg felírni. Figyelj, ez nehezen fogod ezt elfelejteni, mert ez rád is vonatkozik. Jó. Egyébként ezt most neked bemerem vallani, még úgy is, hogy hallják több százezren, hogy én már gondolkodtam ezen, hogy meg kéne írni, mert bármikor történhet bármi, és most nem a Covid, hanem tényleg az ember jön, megy. De hogy álljak neki? Tehát, hogy így. És tényleg ettől félek, hogy ha ezt már leírom, akkor valami végérvényesen elindul. Képzeld, de már most elindult, mert egy már öregebb vagy. Én pontosan erről van szó. Tehát például a szülinapod mikor van? 7. hó 2. 7. hó 2, akkor feltehetőleg túl leszünk ezen, és azt nélkül fogod ünnepelni a szülinapodat, talán kapsz tortát. Reménykedem. X gyertyával. 51. 50, nem biztos, hogy 51 gyertyával. Én most már ragaszkodom hozzá. Jó, akkor 51 gyertyával, és képzeld el, arra nem gondoltál, hogy valójában aki körülötted vannak, azok azt ünneplik, hogy egy évvel hamarabb fognak téged eltemetni? Hát erre nem gondoltam ebben igazán, hogy ezt ünnepelnék. Ó, egyre közelebb van apa. Egyre közelebb van apa. És valójában, amikor azt mondják, hogy boldog szülinapot, és amikor így ezek a dolgok eszembe jutottak, és a következő születésnapom lesz a legrosszabb életemben, mert ez eszembe fog jutni. De hát várjál, hát gondolj bele, hát ez a pohár félig van kávéval, és ezt lehet úgy is nézni, hogy félig tele van, meg félig üres. Tehát, hogyha valakinek a szülinapját ünnepeljük, akkor azt is ünnepeljük, hogy ő egy évvel közelebb van a temetőhöz. De rossz az van. Hát igazad van, csak rossz hallgatni. Neked van végrendeleted? Te már megírtad? Persze. Hát én ebből a szempontból jobban... Te most 55 vagy, ugye? 55, igen. 55, hány évesen írtál végrendeletet? 4-5 éve. Tehát mint én most. Persze, engem nem zavar, tehát figyelj ide. Én tudom azt, hogy leírom, hogy halálom esetén itt valójában itt ez a lényeg, hogy én azt elfogadom. És aki ezt elfogadja, az azt is elfogadja, hogy emberként él. És hogyha emberként élek, akkor azt is tudom, hogy vannak erényeim és vannak hiányosságaim. Tehát ez egy komplex felépített folyamat. Ezt hívják önismeretnek. Ugyanakkor, csak visszatérve a gondolatmenet folytatása, azért is gondoltam erre, vagy esetleg kéne írni, vagy hogy mások ezt hogy csinálják. Mert azt gondolom, hogyha én azért hiszek ebben, hogy minden előre elrendeltetett. Tehát, hogyha ez megtörténik, tényleg átmegy rajtam a villamos, akkor valószínűleg vannak erre törvények, hogy ami utána marad, az azzal, hogy lesz. De miért akarok én ebbe beleszólni? De ebből a szempontból ez nem fontos. Nem ez a fontos, ez a két szó, hogy leírod, hogy halálom esetén. Ja, értem. És amikor valamit már írva látsz, akkor kezdheted el azt elfogadni, mert amíg csak gondolgatsz, addig csak az írás megmarad, szó elszáll. Hát attól függ, nálam megtalálni bármilyen hivatalos papírt, nem voltál még nálam. Nem. Kupi van. Ne, amúgy tök nagy rend van, de hivatalos papírokat sosem találunk, tehát az... Jó, de ezt majd beleírom a telefonomba, hát ott törzök mindent. Csernus Imrével beszélgetünk, rövidesen innen folytatjuk a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Csernus Imre, képzeld el, hogy
A szakmabeliek, akiknek mondjuk mondom, hogy én veled fogok beszélgetni, egy jelentős része megijed, hogy bemerted vállalni, nem véletlenül használom ezt a szót, mert ismerek olyat, aki azt mondja, hogy ő nem szeretné meghívni a Csernus Imrét egy beszélgetésre, mert attól fél, hogy majd elkezdi őt elemezni. És én mindig ugyanezt mondom, tehát én nem adok neked pénzt, tehát ingyen meg nem fogsz dolgozni. Ha nagyon akarod, dolgozhatok. De ne, én nem ezért hívom meg, hogy rólam szóljon az a műsor, hanem én rád vagyok kíváncsi. De figyelj, én ezt már egy jó ideje megtanultam azt, hogy 25 éve vagyok orvos, és ez alatt rengeteg emberrel találkoztam, és nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem. És az a tudás, ami van, ez adott pillanatban, hogyha a másik nincsen erre felkészülve, az veszélyes. És gyilkos. Lehet. Tehát ha most elkezdenél engem elemezni, lehet, hogy mondanál. Nem fogom. De most nem is akarom, csak hogyha... Na látod, itt ez a lényeg, hogyha nem is akarod, akkor én nem is fogom, mert nem kértél meg. Volt is ilyen annak idején, amikor a tévéműsorot futott, hogy ne ajánljanak neked embereket, hogy majd vele beszélgess, meg ne küvölsd le a fejét, te csak olyanokkal szeretnél üvöltözni, vagy beszélgetni, akik maguk jelentkeznek erre. De ez így is volt akkor. Azok mind önkéntesek voltak. Na de és akkor azokat nem kell megmenteni, akik nem mernek jelentkezni? Na, nem szabad megmenteni. De érdekes ez. Na, de miért? Tehát ők azért... megjelenik a sorsukat, vagy miért? Nem, az már az egy adott tapasztalat által levont tanulság az ő életét illetően. Nem, most képzeld el, hogy valaki például miben, hogy nem szereti a munkáját. Nem lelkesedik érte, de pénzért csinálja. Én ezeket elneveztem kurváknak. Mert hát valaki többért, kevesebbért adja el a hitét, meg a tartását. És én látom, hogy ő rosszul érzi magát, de ő nem mer döntést hozni. De te mindenkitől látod? De várjál, akkor én hogy hozzak helyette döntést? Hát nem tudok helyette döntést hozni. De lehet, hogy nem is tudja, hogy rosszul érzi magát. Vagy... Dehogy nem, olyan az arca, buvabzott. Azt észre lehet venni mindenki. Mindig így beszélsz, hogy ki kelljen vágnom a csúnya szavakat? Csípod ki. Akkor mondom, buvabélelt. Amikor az adásba került, akkor elmúlt 8 óra, tehát van 12-es karikánk, csak kíváncsi voltam, hogy te ezeket direkt használod miattam. Dehogy. Vagy te így beszélsz és kész. Nem, hát figyelj, hogyha szükséges, akkor tudok szofisztikáltan szépen beszélni, de látod, ez a buval bélelt vagy baszott. Tehát amikor én buval bélelt vagyok, ez olyan szép fogalom. De az utóbbi szó meg az úgy odanyom egyet. Azzal úgy jobban felkelted az érdeklődésemet, hogy úristen, akkor itt gond lehet. Nem, és mi a gond? Az, hogy érzed azt, hogy már nem szereted, de ezért nem mersz felelősséget vállalni. És hogyha nem mersz felelősséget vállalni, akkor tudod, hogy mi vagy? Egy urva. Nem. Azt hittem. Nem. Az egy dolog, az így felébresztő szónak szoktam használni, hanem egy olyan emberi tulajdonsággal rendelkezel, amellyel mindannyian rendelkezünk, ez a gyávaság, és ezt nem oldottad meg. És hogyha ezért nem vállalsz felelősséget, akkor hogy lehetsz felnőtt férfi? Ez jó. Erről most eszembe jutott, hogy mit üzent a nagyfiam, 16 éves. Erről mindig megkérdezi, hogy kivel fogok beszélgetni, mondtam, hogy veled. És elolvasta a Férfi című könyvet. Én nem merem kimondani ezt a csúnya szót, azt mondta, hogy üzenem a Csernusnak, hogy a könyve miatt nem lettem léci. Tudom, hogy milyen férfinek lenni. Ez nekem rossz érzés, hogy a fiam tőle tudta meg a te könyvedből, hogy kell férfinak lenni, és nem az apjától. De örülök, mert az a könyv nem véletlenül volt a polcon. De miért nem kérdezed meg, hogy mit tanultál tőle? Tőlem. Miért nem kérdezed meg? Jó, mindjárt hazamegyek, azt megkérdezem. Hát miért volt ez a könyv, ez neki fontos? Mi az a mondat, ami megragadt? Ez érdekes, hogy azt hittem, hogy ő csak viccel, de most így felnyitottad a szemem, hogy itt azért vannak még fontos kérdések, amiket fel kell tenni. És lehet, hogy te ezeket a folyamatokat öntudatlanul teszed, de nem tudod. És vannak olyanok, akik öntudatlanul nem jót tesznek, hanem rosszat. Hát tudod, a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, mint ahogy azok a szülők, akik nagyon sok mindent racionális szempontból megadnak a gyerekeiknek, csak nagyon fontos érzelmi törvényeket nem. Én mindig ezt mondom a gyermekeimnek, most tökéletes, megint rólam beszélünk, hogy ők fociznak.
És mindig azt gondolom, hogy a korábbi nagyon sikeres focisták, és nem Magyarországon, hanem szerte a világon, mindig azt olvasni, hogy milyen rossz körülmények között nevelkedtek, szegények voltak, stb. Hogy lehet, hogy a gyerekeimet rossz körülmények között kellene tartanom, hogy sikeresek legyenek valamiben? Nem, ez, hogy tudod, én elég sokat dolgoztam foci utánpótlásban, a Győri Etónál. Tudom. És ott a munkám vége felé ilyen 14 évesektől kezdtem el dolgozni, 18-ig, és azokkal a srácokkal dolgoztam, akiket már kiemeltek. Tehát sportosztály volt, de már szűrt, úgymond, tehetség szempontjából, és ennek ellenére, amikor feldobtam azt, hogy na akkor oké, önbizalmat hogy lehet szerezni, vagy mi a különbség a kudarc és a nem sikerült között, hogy mennyire tudják azt, hogy a siker az épp olyan nehéz terület, mint a trauma, a mínusz trauma, és hogy ilyenkor nagyon fontos megmaradni embernek, és megőrizni az alázatot, és sorolhatom ezeket a dolgokat, vagy amikor beszéltem a szexualitással, vagy akkor már benne voltam a médiában, felhívtam a figyelmüket, hogy lehet a médiumokkal kommunikálni, mi a fontos, meg hogyan, miként, stb. Szóval rengeteg mindenről beszélgettünk. Például, képzeld el, én hát nagyon sok mindent önmagam életéből ismerítettem, mert amikor megkérdeztem őket, hogy na, amikor ilyen-olyan lelki dolgaid vannak, problémáid, kinek mondod el? Apunak, vagy anyunak? Lemerném fogadni, hogy inkább anyu volt a válasz. Inkább anyu. És miért anyu? Azért, mert az anyu türelmes, megértő, és meghallgat. Apu meg sikerorientált. Apu, legyél focista apu, bármi áron. Apu, adjál lóvét. Erről a szomszédom a Levi jut eszembe, akinek egyszer a fia 11-12 évesen megkérdezte, hogy apu, mi az, hogy meleg? Na menj anyádhoz, majd megmagyarázza. Innen fogunk beszélgetni tovább Csernus Imrével a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Csernus Imre, beszélgettünk az imént arról, hogy te olyanokkal foglalkoztál, akik maguk jelentkeztek hozzád, hogy foglalkozz vele. Viszont olyanról is tudok, aki élt halt a lehetőségért, hogy bárcsak bekerülhetnék a műsorba, bárcsak bemehetnék hozzád, bárcsak leüvöltené a fejem. Tehát voltak olyanok, akik elmentek hozzád annélkül, hogy lett volna problémájuk? Bejutottak hozzád? Nem, képzeld el, nem volt ilyen. Nem volt ilyen, mert mindenki valamilyen konfliktussal jött. És ez most teljesen mindegy, hogy most párkapcsolati, vagy a szülőkkel szemben, vagy önmagával szemben, vagy sorolhatom. Tehát nincs olyan ember, akinek nincs problémája. Tehát ez a probléma szó, ez egy érdekes dolog. Mert én már önmagam életén keresztül ezt vizsgálva, nem tudom mennyire jut az eszedbe, hogy amikor ezt használod, hogy probléma, abban a pillanatban lehúzod magad. Ennek megjelenik... Magával a szóval? Igen, megjelenik egy negatív töltet. Probléma. És akkor nehézség. Igen, de... És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy lehetőség van a döntésre? Ez már pozitívabb, de akkor viszont ott a kényszer, hogy dönteni kell, és nem, ezt a szót sem nem, szereted. Nem, ott van a sztori, hogy dönteni lehet. Mert épp úgy behúzhatod a fület farkad, és mondjuk nyúl vagy dönteni bizonyos számodra fontos szitukban, csak akkor fogadd el, hogy te fogod kialakítani önmagadon a frusztrációdat. Jó, de hát szerintem az emberiség, és főleg a férfiak úgy vannak berendezkedve, hogy mindenki más hibás, de mi nem. Tehát a körülményeink... Ez a felelősség előli menekülés, és ez valójában az egyik legnagyobb probléma, hogy a mai világban élő pasik jelentős része csak férfinak látszik, de nem az. És ezen te tudtál változtatni, vagy tudsz változtatni? Tehát, hogyha mindenkinek elmondod, és mindenki elhiszi, akkor viszont soha többet nem lesz feladat a hozzád hasonlóknak. Figyelj, amikor annak idején a tapasztalataimat leírtam könyvekben, és akkor azt gondoltam, hogy na, akkor egy-két év múlva már szakmát kell, hogy válaszok, mert mindenki tudni fog mindent. Majd rájöttem arra, hogy egy öntudatlan, szándékosan használom ezt az öntudatlan szót, az öntudatlan ember szövegértelmezése teljesen más, mint a tudatosé.
Mert az öntudatlan, amikor egy olyan probléma elé keveredik, ami számára fájdalmat generál, ő megfogja a könyvet és a sarokba dobja, és azt mondja, hogy én, a Csernus az hülye. Tehát mondjuk ez a legegyszerűbb megoldás, igen. Na látod, pontosan. Tehát bele sem gondol abba, hogy valójában a Csernus, amit mond, ő azt miért vette magára, és miért esik ez neki fájdalmasan. Tehát valójában mi az, amit ő nem oldott meg önmaga életébe? Tudod, például van ez a szólásmondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát anyámmal beszélgettünk munkar, valami... hogy miről szólt a példabeszéd, mert rendszeresen járt templomba, és akkor meg szoktam kérdezni, és akkor valahogy felmerült az, hogy az Isten segít imádkozni az Istenhez, és de hát mondom, a szólásmondás is azt mondja, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, és az első helyen van, vagyok én, és az Isten meg utána jön. Tehát először magadnak kell megtenni az első lépést. Tehát mindig. Előbb én vállalom a felelősséget önmagam életéért, és hogyha Isten megsegít, akkor örülök neki. De hogyha én nem segítem magamat, akkor megmaradnak a vágyak, a be nem teljesült vágyak. És itt vissza is tudunk kanyarodni ahhoz, hogy az ember csak akkor tud segítséget kapni, nem csak az Istentől, hanem például Csernus Imrétől, ha önmaga jelentkezik. Hát most már tőlem nem. Kiszálltam a praxisból. Arra utalok vissza, hogy nálad csak úgy lehetett bejutni hozzád, hogyha valaki önmaga jelentkezett. Így van. De hogy kiszálltál a praxisból, persze én ezt tudtam, és azt is tudom, mivel foglalkozol, mert voltam nálad, de ezzel fogjuk folytatni. Jó, innen megyünk tovább Csernus Imrével, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Csernus Imre, úgy fogalmaztál, hogy kiszálltál a praxisból. Örökre? Kész? Vége? Nem. Nem, mert ha belegondolok, a leghosszabb ideje tartó esküm az orvosi esküm. És abból, amit csinálok, megőriztem azt, amit a mai napig és szívvel lélekkel tudok csinálni. Amíg lehetett, addig megállás nélkül jártam az országot, és rengeteg önismerettel kapcsolatos előadást tartottam, felnőttséggel, érzelmi intelligenciával, stb. Nagyon sokan kíváncsiak, nagyon sokan szeretnének az érzelmi konfliktusaikat megoldani, és ilyen teltházas előadások voltak. Tehát ez, ahogy a Covidnak vége, akkor ősztől feltehetőleg ezt folytatom. Akkor megmaradt az élsportban való munkám, most már 5. éve, lassan 6. éve dolgozok a női magyar vízilabda válogatottnak, meg nemrég pár hónapja beesett 2 olimpikon úszó. Tehát ők egyénileg. Velük egyénileg. Nevüket tudhatjuk, vagy ez most nem fontos? Persze, hát végül is elmondhatom, hát a BVSC 2 úszója, a Bernek Peti és a Bohus Ricsi. Tehát ők már 27-28 évesek, de szerintem nem kérdeztem őket meg, de nem gond az, hogy ők ezt vállalják. Mert szerintem épp testben, épp lélek, anélkül, hogy valaki ne hívja fel a figyelmet erre, és hogyha valaki csak az izomzatát fejleszti, attól még nem lesz sikeres sportoló. Mert mint ahogy a Ronaldóról is beszélnek, hogy nem csak fizikálisan edzi a testét, hanem a stábjában egy pszichológus is van, aki a különböző felmerülő konfliktusokat segít neki megoldani, illetve ajánlatot tenni, mert nagyon sok ember fejében ez is érdekes. Azt gondolják, hogy a pszichológus fogja megoldani a problémámat. Nem. Nem, a pszichológus felhívja a lehetőséget arra, hogy van az A variáció, van a B variáció, és akkor majd én eldöntöm, hogy én merre fogok elindulni. A döntés mindig a paciensé. Döntés mindig a paciensé, de ennek... És azt sem mondod neki, hogy neki melyik lenne a jobb döntés? Soha. Soha. Hát az ő élete az övé. Nem az enyém. De a legjobb tudásom segíteni őt. Mint ahogy te is azt mondtad, hogy elküldtél engemet a picsába, mert hogy a fiad tőlem tudott meg bizonyos dolgokat. Ezt mondtam volna? Nem, de éreztem.
éreztem. Nem. Én saját magammal kapcsolatban éreztem akkor hiányosságot, hogy miért pont tőle tudja meg. Tehát miért nem kérdezted meg tőle? Hát most már igazad van, ezt már másodszor hát mondod, majd mindjárt hazamegyek és megkérdezem. Mert az ismétlen. Tudod, nem véletlenül ismételek dolgokat, mert így rögzülnek. Aha. Egy pedagógus egyszer azt mondta, hogy ahhoz, hogy a tanuló élesben használjon egy adott gondolatot, ahhoz az szükséges, hogy 17-szer elmondja. De nem biztos, hogy éles helyzetbe eszé fog jutni, hogy azt csinálja is. Hát ezért nehéz az egész pszichoterápia, vagy a mentális fejlődés. Tehát rengeteg ismétlés van, és amikor végigkísérted, kísértem a másikat, és ő elindult, megrekedt, és akkor előbb, tehát van, hogy ügyes vagy, jól vagy, képes vagy, látod, vagy tudtad, és miért akartad azt hinni, hogy ugyanazt csinálni, mint egykor, az egy jó megoldás. Hát ez a, hogy is mondjam, ez a tapasztalás. A tapasztalás idejét nem lehet elvenni. Most végül is mégiscsak az egykori és egy kicsit jelenlegi munkádról beszélgettünk, és nem arról, hogy miről beszél, ja, igen. Mivel foglalkozol. Na, szóval, de most megint tartsunk egy kis szünetet, és jó, ígérem, hogy innen megyünk tovább. Jó? Tehát amit már egyébként egy fél mondatban beszéltél róla, jó. kávé, stb. Csernus Imrével innen folytatjuk rövidesen a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Csernus Imre, és akkor tényleg eljutunk oda, hogy mivel foglalkozol jelenleg. Én egyszer elmentem Noszvajon a te kávézódba, egy szomszédos faluban Szomolyán voltam egy fesztiválon, és én tudtam, hogy neked van ott egy kávézód, átautóztam, hál' Istennek pont ott is voltál, ott is zavarba jöttem egyébként, tehát hogy visszaemlékezve az első találkozásunkra. Ott volt, senki nem volt benne, akkor lehet, hogy nem is volt nyitva, de én valahogy bejutottam, és ott leültél mellém, és mondtam, hogy készítsünk már egy közös fotót, miközben ott beszélgettünk, és megfogtad a kezem. Én még soha annyira zavarban nem voltam, sőt, én nem is szoktam nagyon zavarban lenni. És mondom, ez az ember, ez valamit nagyon tud. Na mindegy, nem is ez a lényeg, csak ez most így beugrott. Honnan jött neked az ötlet, hogy elmész Noszvajra, és ott te csinálsz egy kávézót? Mi között volt neked egyáltalán a vendéglátáshoz? Semmi az ég ott a világon. Te gondolom, elkezdtél benne hinni, hogy ez működni fog, mert különben nem vágtál volna bele? Nem az működni fog. Mert én azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindennek a hozadéka, de valójában nem fontos. És azért nem fontos, mert ahogy telt múlt az idő, és már ismert orvos voltam, meg ment a szekér, de észrevettem azt, hogy és elkezdtem gondolkodni azon, hogy valójában meddig lehet fiatalnak lenni és maradni. Ez jó kérdés. És akkor megfigyeltem azt, hogy az emberek általában ezt fizikális szempontból közelítik meg, mint sport, külsőségi fejlesztés, stb. És mondom, mi van a mentális dologgal? És akkor észrevettem azt, hogy bármennyire is szeretem a munkámat, és jól megy, de megfogalmaztam azt, hogy szükségem van egy olyan másik valamire, ami új, ismeretlen, és nem ismerek belőle semmit sem. És akkor elkezdtem figyelni, hogy mi ez, ami épp olyan szívből szólal meg, mint ez az orvoskodás, és akkor rájöttem, hogy a vendéglátást imádom. De hát volt ezernyi rossz példa is a vendéglátásban, akik belekezdtek, volt rá pénzük, volt hírnevük, aztán mégis befutcsolt. De neked valahogy ebben nagyon kellett hinni. Nézd, hogyha én csinálok valamit, én csak úgy tudom csinálni, hogy szívvel, lélekkel. Másképp nem is lehet. Tehát én délvidéki vagyok, Jugoszláviából jöttem, amit itt elértem, egyedül csináltam, nem volt hátszél, semmi. Tehát, és kíváncsi voltam magamra, hogy mire vagyok képes, hogy melyek azok a dolgok, mert tudod, külföldön azért jártam egy pár helyen, és észrevettem, hogy vannak olyan helyek, amelyekre emlékszem, és vannak olyan helyek, és Magyarországon nagyon sok ilyen hely van, ahol kétszer voltam. Tudod, először és utoljára. Igen. És akkor, hogy elkezdtem megfogalmazni azokat a tényezőket, amelyek nagyon-nagyon fontosak a vendéglátásnál. Hogy a kölcsönös tisztelet. Mert észrevettem, hogy nagyon sok vendéglátó a vendég alá megy. Csak azért, hogy maradjon ott,
gazsulálás ezerrel, se kinyalás, stb. Jó véleményt írjon, mondjon. Írjon, mondjon, stb. Én saját magam miatt csinálom, mert amikor bemegyek, vigyorgok. Ezt jól érzem magam. És szeretem csinálni. Szeretek megújulni. És ennek a... De valószínűleg megvan az anyagi haszna, de leginkább a vendég érzi az előnyét. A feleség... És itt talán már, bocsánat, itt talán már fontosabb a visszajelzés. Az addigi munkádban ott is biztos fontos volt, de talán kevésbé. Nem, hidd el, nem fontos. Nem fontos. A feleségem adott esetben jobban nézegeti a véleményeket, én egyetlen egy véleményt nem olvasok el. Minek? Hát mert ha azt mondják, hogy nem tudom, ez a kávé, ez nem annyira jó, mint amit a múltkor kaptam. Mondják a szemembe. És ha elmondja a szemedbe, akkor számít a vélemény? Ha hogyne. Én nagyon finom kávét itt annál, hát arra emlékszem. Hát akkor megköszönöm. Jó, de hát a szemedbe nem merik azt mondani, amit leírnának a hátad mögött. De miért nem merik? Hát én is emberből vagyok. Hát mert félnek. A magyar szó, magyar ember a magyar szóból ért. És én ezt használom. És az, hogy a másiknak, hogyha rohan az ideje, kedves, mint én, Imre, vagy doktor úr, vagy bármi, mert ott nagyon érdekes, hogy oda megyek egy asztalhoz, mert sokszor a rendelést is felveszem, doktor úr, kérnék szépen egy presszót, meg egy kapucsinót. De ez érdekes. Én azt hittem, hogy te egy tulajdonosként néha körbejársz, bólogatsz, hogy oké, sokan vannak, de nem. Én? Te dolgozol. Én dolgozok, mosogatom, ott állok a pult mögött, és mosogatok, meg törölgetem az edényeket, meg a poharakat. Lemegyek a pincébe, amit kell, meg hajnal korán felkelek, és akkor elmegyek a piacra. Imádom csinálni. Beszéljünk még erről pont ezért, mert imádod csinálni, úgyhogy innen folytatjuk rövidesen Csernus Imrével a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Csernus Imre, akinek, hát lehet így fogalmazni, hogy akinek van egy kávézója, nos vajon? Hát... Egyedül a tied? Hát ketten, ez egy családi vállalkozás, a feleségemmel együtt csináljuk, és akkor van egy másik kávéház Egerben, az két budapesti pasas a társam, és ott a Dobótéren, ott van egy másik kávéház. Tehát Csernus Imre, aki a saját kávézójában dolgozik, nos vajon. Igen. Jó. És említetted, hogy annyi mindennel foglalkozol, kávé, bor, stb. Ez az árubeszerzésről szól, vagy ez tényleg arról szól, hogy van már olyan saját márkás, és most persze nem a reklám miatt kérdezem, hanem mert kíváncsi vagyok, hogy mennyire másztál bele a vendéglátásba, ami csak a tied, ami csak nálad lehet fogyasztani. Hát, mint hogyha szívvel lélekkel csinálom, éppen ezért hát nagyon belemásztam, mert mindenbe. Tehát annak idején kitaláltam egy szót, és akkor azt levédettem. Ez a bevállalja? Nem, ez a depresszó. Depresszó. És... Hát ez a neve, gondolom, akkor a... Ez a kávé. Igen, a kávénak a neve. Ja, a kávénak, azt hittem, hogy a... Nem, kávénak. És akkor találkoztam egy pasival, akit megkértem, hogy pörköljön nekem kávét, és akkor kiderült, hogy 5 évvel ezelőtt őt megválasztották a világ legjobb 40 kávé pörkölő mestere közé. De te nem ezért kérted fel? De én nem tudtam, hogy ő kicsoda, hanem rámutattak. És amikor valakit megkérdezek, nálam a bizalom az nagyon fontos. Aha. És hogyha rád mutatnak, és próba kávézásra hívott, és ott olyan fantasztikus kávéízeket kóstoltam, mint addig soha, én imádom a kávét. És mondom, hát akkor te vagy az emberem. És őt utána választották meg. És utána kiderült, és ő szívesen dolgozott volna vele, tehát hogy nem volt semmi ellenértése. Mai napig is ő pörköli a kávét nekünk. Tehát, és egyébként én megmondom őszintén, én is szeretem a kávét, nagyon sokat fogyasztok, de nem értek hozzá, hogy ez a fontos, hogy ki és hogyan pörköli?
Hát a jó kávénál, tudod, van a, most belemeltek a robusta arabika, az arabika az a kávénak a királynője, az eleganciáját adja, jó savakkal bír, és hát nem mindegy, hogy sötét pörkölés, vagy világos pörkölés, a világos pörkölésnél a savak jobban megőrződnek, és akkor éppen ezért az intenzív savakkal sokkal jobban az íz. Mint de és az, hogy bocsánat, még a pörkölés előtt egyáltalán honnan jön az a kávészem? Az a pörkölőmester. Ezt ő szabályozza. Ja, értem. Ezt ő ilyen biofarmokról, meg stb. Szerzi be, tehát kontrollált minőség és beszerzés. Aha. Tehát nem lehet kiállni valami mellett, hogyha nem állsz bele. Hát nyilván. És nem jársz utána. Ha félgőzzel csinálod, akkor félgőzzel működik. Hát pontosan. De a vendéglátás, azt tudod, az bizonyos szempontból haj az a munkámra. Mert hogyha az időm engedi, akkor helyel közzel megkeresnek ott is emberek, és hogyha az időm engedi, akkor egy pár mondatot mondok nekik, ami abba a kis időbe belefér. De már nem kiabálsz velük. Már régóta nem kiabálok. Jó, ez olyan magas labda volt, hogy le kellett. Nem, már régóta nem. Beszéljünk arról, hogy mi mindent csinálsz még a vendéglátáson kívül, mert én láttam az interneten rengeteg ilyen streamelt előadásod van. Így van. Hát egyrészt a Covid eredményezte ezt, mert mint mondtam, hogy tavaly, vagy nem is tavaly, hanem de már tavaly volt az utolsó előadásom, és akkor elkezdtem azon agyalni, hogy hogyan lehet ezt az információt megosztani másokkal. És akkor létrejött egy ilyen Video ABC nevű sztori, ami arról szól, hogy két színész eljátszik egy adott szitut, akár párkapcsolati, vagy szülőgyerek, vagy két szülő. Ja, azokat a szitukat gondolom te találod ki, tehát te adod meg a, nem, a színészeknek. Nem, teljes spontaneitást kapnak. Aha. Ők csak a szitut kapják meg. Azt, hogy hogyan töltik azt meg, az az ő dolgok. Ez egy improvizációs abszolút gyakorlat nekik, te pedig meghatározod, hogy miről szóljon. Igen, miről szól, hogy mit tudom én, van egy alárendelt pasi, aki retteg attól, hogy otthagyja a partnere, és ezért anyagi szempontból mindent alátesz, és elviseli azt, hogy a csaj mégsem tiszteli őt. De hát ehhez nagyon tapasztalt színészek kellenek, akik tudják, hogy ez milyen. Akik... Figyelj, Pokornilia, a Stoll Andrés volt, tehát a Elek Ferit, nagyon-nagyon nagy, Stevanovics Angéla, teljesség igénye nélkül. Janklovics Péter. Janklovics Peti. Igen. Tehát nagyon jó színészek, akik vágták ezt az egészet, sőt, adott esetben ők is beletolták magukat a saját életükkel. És amikor eljátszották... Már majdnem mondom, hogy a saját problémájukkal, de a saját lehetőségeikkel. Akár. És utána persze azért izgalmas, hogy nem csak a szitúnak az eljátszása, amikor valaki felismerheti azt, hogy jé, én is ezt csinálom, hanem én utána kommentálom, hogy ez mit jelent, miért ezt mondta, miért ezt reagálta, de lehetett volna azt is csinálni, meg amazt is, ennek ez ebből születik meg abból. De te már akkor nem... Tehát ők a színészek, te a valódi információkat mondod. Persze, ők eljátszák, aha, amikor a néző a szórakozik, aha, online persze, és akkor utána jön a töltet, az ilyen töltet. És oké, te ezt elmondod, tehát tulajdonképpen az egykori vagy mindenkori munkádat hozod, és én, mint néző, ezt... ingyen is bérmentve megkapom, vagy ezért nekem valahol regisztrálnom, fizetnem kell, hogy egyáltalán ezt az egészet megnézzem. Hát ez, hogy a színészek eljöttek, és a munkájukat beletették, szóval ez óhatatlanul. Hát ez olyan, mint egy színházi előadás. Igen, csak hogy neked ez, és most nem a zsebedben turgálok, neked ez ilyen hobbi szinten, kötelesség, hogy én erre esküdtem fel, és csinálom, vagy azért, mert tényleg sok a felkérés még mindig. Nézd, sok lenne a felkérés, ha nem lenne Covid. Tehát évente hát szerintem 70-80 előadást csinálok. Tehát nagyon sok. Hát az...
Nagyon sokat vagyok úton. Az ember is. Igen. Sokat vagyok úton, de tudod, amikor ránézek egy előadáson, a nézőközönség között ilyen 18-19 éves lányokra és rácokra, akik eljönnek, és tegyük fel, nem az anyukájuk cipelt el, hanem ők is érdeklődnek, és nem akarják ugyanazokat a konfliktusokat elkövetni, amit a szülők elkövettek, és szeretnének másként élni, akkor én ezért mindent megteszek, amíg lehet. Egy körünk van még, a zenéről fogunk beszélgetni, Csernus Imrével, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Csernus Imre, itt közben elkortyolgattál egy pohár kávét, hát nem a te kávédból készült. Figyelj ide! Iható volt? Figyelj ide, képzeld el, annak ellenére, hogy nálam a kávé nagyon jó, de... Én, hogyha megyek előadásra, és látok egy harmad-negyed osztályú kocsmát, én ott is megállok. Tehát te bárhol képes vagy bárhol fogyasztani. Bármi. Arabikát, robusztát, mert az emberre vagyok kíváncsi, és olyan jó dumálni, akik ott vannak. Én a kávét szeretem most, az, hogy most utólag kiderült, hogy van arabika is, és van világos pörkölés, ettől én még a kávét azt szeretem. De az előzőre még visszatérve egy nagyon fontos dolog. Tehát nem csak a színészekkel van ilyen sztori, hanem rájöttem arra, hogy mi lenne akkor, hogyha egy ilyen online önismereti kurzust indítok el. Na, az egy nagyon nagy munka volt. De gondolom, igény arra is van. Tehát az, ott az történt, hogy a 24 adást vettem fel, 15 perceseket, ahol beszélek az öntudatlanságról, akkor, hogy az emberek hogyan fordulnak előbb a racionális világ felé, majd hogyan döbbennek rá arra, hogy az érzelmi konfliktusaikat nem kezelik, vagy hogyan lehet önbizalmat szerezni, mi az önismeret, nem szégyen segítséget kérni, nem szégyen bevallani rengeteg mindent, a halál elfogadása, a nem elfogadása, a belső elfolytások és a betegségek összefüggései, most rengeteg információt átadok. De bárkinek? Bárkinek, aki jelentkezik erre. Hát ez... ez oké, csak mert ugye most ez azért teszem, hogy bárkinek, hogy van olyan, aki nem jelentkezett, de be akarták tolni ugye annak idején. Hát ez nincs értelme. Nincs értelme. Igen, csak hogy ezt otthon oda tudom tolni, mondjuk, ha van egy ilyen problémás családtagom, hogy na akkor ezt nézd meg. Nem. Neki fel tudod ajánlani, és hogyha ő úgy dönt, hogy tényleg problémám van, akkor ezt ő... hogyha elkezdi menedzselni. Tudod, mint annak idején a szülők becipelték a különböző drogos gyerekeiket, és akkor ők nagyon akarták a változást, mert a szülők, a gyerek nem. És akkor megkérdeztem a szülőt, hogy ön szokott elmenni a dealerhez drogot venni? Nem. A gyerek szokta. Hát akkor, hogyha a gyerek úgy gondolja, akkor jöjjön. Hogyha el tudott menni a drogért, akkor hozzám is el tud jönni. De kell, hogy önszántából. Kell, hogy legyen egy vágy benne. Na, azt ígértem, itt zenéről beszélgetünk, mert hogy van az Abaházi Presszónak az első számú törzs vendége, egy Gábor nevű hallgató, és megkért engem, hogy bárki a vendégem, kérdezzen meg, hogy milyen zenét hallgat szabad idejében. Csernus Imre milyen zenét hallgat? Hát, de ez abból a szempontból izgalmas, mert hogy én 18 éves koromig Szerbiában éltem. És én az ottani zenéken szocializálódtam, és éppen ezért idefelé Goran Bregovicot hallgattam, de nem tudom, hogy azt az együttest ismered, hogy Bielo Dugme. Nem. Nem? Az egy bosnyák együttes volt, de ugyanakkor a latin zenéért is el vagyok, nagyon. Vagy az orosz, akár népzene. Tehát összességében minden olyan zene, akik úgy énekelnek, hogy hisznek, hallani, vagy Guns N' Roses. Tehát az az érdekes, hogy én szexárdon nőttem fel. Mozart. És ugye nagyjából egykorúak vagyunk, és emlékszem, hogy mi Jugoszláviába jártunk lemezekért. Tehát a Jugoszlávia jobban el volt látva nemzetközi zenékkel, mint Magyarország. Igen. És te ott nőttél fel, és oké, hogy ezek szerint rád nagyon nagy hatással volt a helyi nép zenéje, vagy a helyi zenék, de ugyanakkor hozzáfértél az aktuális trendhez is, 10 évesen.
Persze. Ezek nem hatottak rád? Annyira nem. Annyira nem, persze, hát, hogyha elmentem diszkóba, akkor persze, ugyanúgy hallgattam azokat a zenéket, de úgy, hogy így ilyen gyökérzenéként nem maradt meg a könyveimet, amikor fésülöm el az utolsó olvasás. Tudod, amikor már minden megvan, és az utolsó. Az utolsó az azért fontos, mert én nem szoktam utólag rágódni azon, hogy jaj, még ez kellett volna, meg amaszt, meg amaszt, meg amaszt. És ilyenkor azt csinálom, hogy a fülessel, hogy ne zavarjam a környezetemet, top hangerő, és betolom a Mozart requiemet. Körkörösen. És közben tudsz olvasni, tudsz arra és koncentrálni, és közben meg olyan erőt érzek a Mozart requiem. Nekem az az élet. Az élet és halál, ott minden bent van. Minden. Közben pont belebeszéltem, amikor mondtad a Guns N' Roses-t is. Hogyne. Hogy azért ez elég tág. Bármi, aki valamit hittel csinál, ezt lehet érezni. Oké, csak akkor azt gondolom, hogy sosem háttérben szólnálad a zene. Tehát, hogy olyan nincs, hogy oké, csak valahol szóljon, miközben beszélgessünk. Tehát vagy zenehallgatás van, vagy beszélgetés van. Figyelj, amikor én rengeteget vagyok úton, és ilyenkor, amikor ilyen erővel teli zenéhez érek, tökig tolom. De tökig. És kinyomod a telefont, hogy olyankor senki ne hívjon. Hát, hogyha hívni akar, akkor hívjon. Úgyse hallod, hát közben szól a zene. Jó, hát figyelj, akkor egy Gánszal fogunk búcsúzni. Legyen. Jó? Melyikkel? Melyiket szeretnéd? Hát figyelj, az egyik legszebb számomra, amiben benne van a csalódás, benne van a szerelem, benne van a hit, akár hiszed, akár nem, amíg nem olvastam el a novembereinek a szövegét, addig csak egy ilyen dallamos, nagyon jó hangulatú dolog volt. De hogy az miről szól? Búcsúzzunk ezzel. Csernus Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szép estét. Rövidesen 10 órakor érkezik Várkonyi Attila a programajánlóval, 11 órakor Éjjelmesék Vasmajával, holnap reggel megint Bocskorék ébresztenek mindenkit, velem pedig holnap este lehet újra találkozni. Györfi Pál lesz majd az Avaházi Presszó vendége holnap. Mindenkinek szép estét, további kellemes rádiózást. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Avaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retro slágerei szólnak.